A mindig és több csatornán is elérhető országgyűlési képviselő új mobilapplikációjáról tartott sajtótájékoztatót a török szentmiklósi Fidesz irodában. Boldog István örömmel számolt be arról, hogy a jövőben minden okostelefonra elérhető alkalmazás segíti képviselői munkáját a választókerületben. Én vagyok az első magyarországi politikusa a tudomásunk szerint, aki egy applikációt készített, és ezzel az applikációval próbálja továbbfejleszteni mindazt a kapcsolattartást a lakossággal, amit eddig tudott vinni. Ez az applikáció úgy gondolom, hogy nagyon fontos, főleg azért fontos, mert van egy korosztály, a fiatalok, akik felé nyitnom kell, minden fiatal el tudjon érni, meg tudjam hallgatni a javaslataikat, mi az elképzelésük a világról, a jövőről, a magyar nemzetről, és én számítok a fiatalok véleményére, ezért tartottam fontosnak, hogy főleg a fiatalok, akik ma már telefonnal, telefonos kommunikációs eszközökkel járnak, kelnek, kapcsolatba tudjanak lépni velem. A politikus a sajtó képviselőinek be is mutatta az alkalmazást. Így néz ki az applikáció, ami a legfontosabb, hogy rögtön a nyitó oldalon azonnal kapcsolatba tudnak velem lépni. Ide tudják megírni az észrevételeket, itt azonnal kapcsolatba tudnak írni, és én ezt azonnal megkapom, tehát nincs közvetítő szerv ebben a dologban. A képviselő munkássága mellett az élő parlamenti közvetítéseket is követhetik a felhasználók az applikáció segítségével. A személyes találkozások szerepének erősítésére pedig Boldog István országgyűlési képviselő minden olyan felhasználót vendégül lát egy ebédre az Alföldi Betyárétel Főző Fesztivál harmadik napján, akik június 23-áig letöltik a Boldog István mobil applikációt. Én azt kérem, hogy töltsék le minél többen a Boldog appot, és ezzel azt kívánom, hogy legyenek minél többen boldogak.